Kicsi, közepes, de semmi esetre sem nagy. Nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem. A Millás reggeli KKV hírei következnek. Na nézzük, készült egy érdekes felmérés arról, hogy hogyan használják a KKV-k a különböző marketing eszközöket, ezen belül is az online marketingeszközöket, és hát arra jutott a Digiméter kutatás. Digiméter kutatás, igen, a digitális versenyképességi mutató, ez 2020-ban indult, ez a kutatás sorozat, és hát nyilván ennek az a célja, hogy felmérjék a KKV szektor digitális versenyképességét, és az derült ki, hogy 40%-a a, a KKV-knak végez digitális marketing tevékenységet. 45? Bocsánat, 45, igen? a 40 az a az, a az, hogy jellemzően a Facebookon, igen, az a 40 és a második legnépszerűbb lehetőség az egyedi weboldalakon elhelyezett hirdetés, 28 tehát ezek a, gyakorlatilag a banner hirdetések. A cégek döntő többségének viszont ez 88 nincsenek előre rögzített célszámai az eredményességet, illetően, illetve annak mérését, illetően, tehát nem, nem azt mondja, hogy nem tudom én ennyi, ekkora büdzséből, ekkora látogatottságot kell elérni, vagy ekkora átkattintást, vagy valamit, hanem fizetnek valamekkora hirdetést, azt az jó hagyszó, hogy hadd szóljon, hadd aztán majd valami lesz belőle. Igen, igen, igen. És uh, hát ráadásul 75%-uk -ok nem is rendelkezik a digitális marketinghez rendelt büdzséhez. Hanem van egy nagy összeg, vagy egy nagy összes az éves árbevételének x át erre költés akkor abból valamit kihasítanak találomra. Ez elég nagy szám azért, ez a 88%. Főleg egy olyan területen, ahol nagyon jó lehet célozni, targetálni, tehát és, ha mérni, valahol, és, mérni, és mérni, ha valahol akkor itt aztán igazán jó ki lehet számolni a a, a, mérés, a megtérülését az adott hirdetésnek. Hát meg lehet javítani a hibákat, és lehet és máshogy csinálni, lehet optimalizálni, lehet kísérletezgetni, és ügyesebben csinálni a visszajelzések, mérések alapjának. Pont ez a lényege. És pont a lényeget nem használják ki a legtöbben ez az érdekességen. Igen, 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 igen. Az is érdekes, hogy a digitális tevékenységet folytató cégek harmada nem értékelik ki a hirdetések eredményét, amik viszont igen, azok közül a legtöbben, ez 83%, a hirdetési fiókjuk figyelésével ellenőrzik a hirdetéseik eredményét, esetleg analitikai szoftvert használnak, ez 18% kérdés, hogy itt mire gondolnak, hogy a simán a Google Analytics, ez már Az annak, annak számít. Igen, -e? én Az is, a Ez egy könnyű elérésű ö, dolog, és ö, elég sok minden mérésre, megfigyelésre ad lehetőséget, vagy pedig valamiféle külön szoftver használata. És, és 11 ának pedig külső partner van, aki jelentést készít ö, számukra, ez a szám már egészen kicsinke. Az online marketingben használható adathalmazt a cégek fele, 52%-a nem tartja számon, még további egyharmaduk csak a vásárlókra vonatkozóan tárol elérhetőség és vásárlási adatokat. Hm, Ebből ezek a főbb megállapítások. Érdekes, azt olvastam volna még, hogy ez mondjuk az előzőekhez képest hogyan változott, de ezt nem találtuk. Úgyhogy persze, hasonlítva a korábbi DigiMéter kutatásokkal, az izgalmas lett volna, hogy legalább javulnak-e a számok, vagy hogy mi az irány, hogy milyen gyorsan változik ez a terület. Na, gondolhatunk tovább? Aha, persze, menjünk.